Köszöntöm kedves nézőinket! A magyar irodalom talán egyik legtermékenyebb írója volt Krúdi Gyula. A ő nevét viselő, ezáltal fémjelzett irodalmi körnek az újdonsolt elnökét köszönthetem itt stúdiónkban, Németh Nyiba Sándort. Mi is ez egyáltalán, ez az irodalmi kör? Hogy került az élére, és mit tudhatunk erről? Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek. A probléma egyből ott kezdődik, hogy Krúdi Gyula valóban a magyar szépírók egyik legtermékenyebb írója volt. Természetesen Jókai Mór is ott volt mellette, hiszen lányának ajánlotta, hogy ha nem Krúdit szeretne olvasni, akkor mindenféleképpen Jókai Mórt olvasson. Hát még ott is probléma van, hogy ugye Krúdi Gyula 1,90 m magas volt, tehát legalábbis a katonaságnál annyit mértek, én meg csak 170 cm. De nekem ami inkább fontos, hogy Krúdi Gyulát ne állítsuk be úgy, mint egy nagyon-nagyon hozzáférhetetlen embernek. Tehát a Krúdi Gyulának ugyanolyan, mondjuk így, gyarlóságai voltak, mint mindannyiunknak. Tehát Krúdi Gyula az nem volt egy egyszerű ember, de szerintem azért tudott szépen és sokszínűen írni, mert maga az ember nagyon színes volt. A másik, hogy az egész családi körülménye is érdekes volt. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy a házvezető nőtől született meg, és ugye az édesapja egyből ki is tagadta ugye a házvezető nőt, és utána később természetesen visszakerült a házhoz, mert mégis csak rádöbbentek, hogy hát azért született egy kis gyerek. Krúdi Gyulának hívták. Abban az időkben azért mások voltak ezek a viszonyok. Azért kemény volt. Egy gentry család tulajdonképpen. Igen, azok volt. És egy cselédsorból származó anya, és azt hiszem, talán a tizedik gyerek után vette csak a feleségül. Igen, a tizedik gyermek után vette a feleségül. Ez volt egy nagy, szintén egy különleges dolog, hogy a tizedik gyerekig nem. Tehát az édesapja mindenféleképpen azt szerette volna, hogy Krúdi Gyulából ügyvéd legyen, tehát mindenféleképpen egy híres ügyvéd legyen, hiszen ez fontos lett volna, de Krúdi Gyula kivált ebből a dologból is. Már gimnazista korában nagyon értékes írásai voltak, már ott megkezdte a termékeny írásait, és ugye járta az egész országot, és hát sztori hátán, még igaziból akkor futott be, amikor egy csendőrtől, aki szitta a magyar írókat, költőket, és akkor fenyegette Krúdi Gyulát, és akkor szépen odalépett, és először elvette a kardját, és utána pedig következő alkalommal hivatalos párbajon is párbajoztak, és mind a kétszer őt legyőzte, és aztán így Krúdi Gyula nem csak mint szépíró, hanem úgy, mint egy legenda, aki szembe mer szállni a hatalommal, és kemény volt. Krúdi Gyula tulajdonképpen este kezdett reggelizni, és fordítva élte az életét. Tehát ő neki meg volt határozva, hogy melyik szórakozó helyen beszél a politikáról, melyik szórakozó helyen beszél a hölgyekről, és hol esett szó esetleg a családról és az irodalomról. Most csak egy történet, például az újházi tyúkusleves is úgy lett elnevezve, hogy volt neki a barátja az újházi, és amikor elmentek egy helyre, ahol nem tudták, hogy tulajdonképpen Krúdi Gyuláék mit szeretnének, és mondták, én egy olyan leves szeretnék, amit az újházi otthon nekem csinált. És hát akkor elmondták, hát az milyen? És akkor elmondták, hogy az milyen, és tulajdonképpen így maradt fönt a maga a leves is, hogy újházi tyúkusleves. De maga az egész élete, tehát a későbbiekben is Krúdi Gyulának, tehát ugye nőfaló volt, és a Royal Szállónak az igazgatójának a feleségével ugye összeállt, és tulajdonképpen nagy szerelem volt, de közben mellette még nagyon sok hölgyet tartott, és akkor az egyik alkalommal meghívták a nyaralójukban, és akkor volt a Zsuzsa 16 éves, és már akkor az első pillantásra már megtetszettek egymással. A következő alkalommal már amikor találkoztak, lett majd a később. Így van, illetve a Zsuzsa lett a második felesége, mert ugye az első házasságából született ugye a Krúdi Gyula,
az Ilona és a Marika, és később született ugye a Zsuzsanna ebből a házasságból. És akkor a lényeg az, hogy szó szerint elrabolta Kródi Gyula a nyaralóból a fiatal lányt, és a család utánuk ment, Váradiné, ugye úgy hívták a hölgyet, és az állomásra hozták vissza Zsuzsannát, és a következő alkalom, most akkor egy fél év szünet volt, de aztán később végül is összeköltöztek Kródi Gyulával a Margit-szigeten, majd utána ugye várandós lett, és akkor megszületett a Zsuzsanna nevű lányuk a későbbiekben, akitől egyébként sokat lehetett tanulni, mert sok mindent megírt. Úgy érzem, hogy mindenképpen példa nem csak a művészetében, az életvitelében is a Kródi Gyula. Ez mit jelent a körnek a jövőjére vonatkozóan, az új elnöknek az új tervei? Megújul a Kródi Gyula kör? Egyik dalomban megírtam, nincs oda, ébredj már fel, az igazi világ csak téged vár. Nincsenek, nem is lesznek csodák soha. Én azt hiszem, hogy arra kell figyelni, hogy minőséget válasszunk ki. És a minőség kiválasztása az pedig óriási kutatást, óriási figyelmet. Tehát magyarul a legfontosabb másoknak a műveit elolvasni, másokra odafigyelni. Tehát ha az ember csak saját magára figyel, akkor nem történik semmi. Na most a Kródi Gyula irodalmi körnek az elnöksége, egy nívós elnökség. Azért induljunk csak ki abból, hogy Színási Sándor, aki szinte az irodalomban mindenféle díjakat nyert, tehát nagyon magas szintű díjakat tudhat magáénak, ő ugye a Verszak osztályvezetője. Stancsics Erzsébet, aki Táncsisnak volt a leszármazottja, ő például a próza szakosztályvezetője, ő is egy nagy tudású, mind a ketten nagyon nagy tudásúak. És akkor ott van még a Marika, aki a Körmendiné Marika, aki a Kródi Gyula irodalmi kör titkára, szintén egy hőskövület, már 32 év ott van az irodalmi körben, és én azt gondolom, hogy így és még kiegészülve felelősen tudunk dönteni az új felvételekről, hogy kiket válasszunk ki, kik kerülhetnek be. Mindenféleképpen szeretném, hogyha a fiatalok többen lennének, de mindig is azt vallottam, hogy a fiatalság és az idősebb korosztálynak az összegyúrásából van a majdnem bölcsesség, de bölcsesség olyan nincs. De mindenféleképpen a tudás az egy hatalom. És én minden napomat 3-4-5 órás olvasással töltöm el azért, mert fontosnak tartom, hogy a világot szépen, tisztán, érthetően lássam, ahogy mindenféleképpen sokat kell olvasni, nem csak a jelenről, hanem a múltról, mert a múltban ugyanúgy megvoltak azok a dolgok, amik megvannak a jelenben. Ha csak visszagondolok arra, hogy azért a Kródi Gyula irodalmi kör most már több mint 200 főt számlál, és ebbe tartoznak ugye az írók, költők, ezen kívül a festőművészek, grafikusok, ugye ide tartozik Simon M. Veronika, aki egy legendás iskolája is van, vagy például Rehorovics Anita, aki nem csak festőművész, hanem restaurátor is, és akkor Gál Mihály, Gémes Kata, Batári István, most nem tudok mindenkit felsorolni, hogy egy elnézést kérek mindenkitől, de nagyon nagy festőművészek vannak, akiknek a műveik például a Kródi Gyula gimnáziumban láthatók, vagy a Vörös Sándor emlékmúzeumban láthatók, és különböző helyeken állítjuk ki, vagy például ide tartodik a körhöz Turi Török Tibor, akinek durván 250 téri szobra van. Tehát az elmúlt időszakban a Kródi Gyula irodalmi kör 5 domborművét avattunk, tehát Vörös Sándort, a Károlyi, amit akkor Kis Ferencet, mondjuk hát, hogy egy kis sport is legyen benne, aki Európa bajnok volt kétszeres, illetve olimpiai világbajnok érmes volt, és 5 olimpiai bajnokot nevelt. Jó barátok voltunk, úgy gondoltam, hogy a Kródi Gyula irodalmi kör neki is állít egy emléktáblát, úgyhogy Turi Török Tibor ezt a táblát is megalkotta, de alkottunk, itt tartozik például Székely Gábor, Petőfi kutató, Kunszent Miklóson, nála avattunk szintén egy nagy hatalmas domborművet, és akkor ide tartozik Bizsonyi János, szobrászművész, neki is van 15 téri szobra. Tehát azért itt iparművészektől kezdve különböző embereknek, értelmes embereknek a találkozója, és amiben nagy a Kródi Gyula irodalmi kör, hogy minden hónapban, mindentől függetlenül, minden
első három csütörtökön, elsőben Újpesten lép fel a Klúdi kör, második csütörtökön a Kéri vendéglőben, ugye ez volt a törzshelye, ott is avattunk egy domborművet az asztalán, az asztal fölött, és a harmadik csütörtökön pedig az Illa Kávéház szukrász, és ennek az a lényege, hogy ez a három mindig, de most is lesz majd Budaörs, előtte voltunk vidéken, tehát tulajdonképpen ilyen minimum négy rendezvény van, és adon kívül még ugye ide tartozik a Kláris, ugye György Pár Katalin már 30 évvel ezelőtt megalapította a Kláris újságot, ugye ott szerepelnek a Klúdi körösök, és még sokan mások, úgyhogy ott is éppen ma lesz egy rendezvény, vagy jövő héten megyünk Cseperre a munkásotthonban, az pedig Lengyel Géza, a Klúdi aranyérmes költő vezeti, aki az Írószövetség tagja is, tehát tulajdonképpen keveset is mondtam, tehát inkább, hogyha ezeket beleszámolom, akkor 6-7 rendezvény, és így ez mindig, tehát nincs pihenő, nincs megállás. El se készül az egyik plakát, már készül a másik, és ami érdekes, hogy most is három festőművész mutatkozik be. Négy költő mutatkozik be, például csütörtökön leszünk az Illában. Tehát egy dolog beszélni valamiről, meg a másik dolog ezeket megvalósítani, és oda, hogy hát vannak olyan rendezvények, amin 60, 80, 100, 120 ember van. Tehát azért ebbe gondoljunk bele, tehát ez egy irodalom, és költészet, és írástudomány, és ott vagyunk ennyien. Mennyire nyitott a kör, valaki csatlakozni szeretne, részt venni programjaikon, akkor mi annak a feltétele? Ennek az a feltétele, hogy azért bármennyire is bohém volt Klúdi Gyula, azért valahol van egy földön járó konzervatív része a Klúdi Gyula irodalmi körnek, tehát azért vannak itt megfelelési kritériumok. Hát először is ugye, aki nem tud beilleszkedni, az majd elmegy máshova. Tehát tulajdonképpen itt mindig azzal vagyunk gonddal, hogy férünk be. Uh-huh. Tehát van, bőven látogatunk, és arra törekszem, hogy a Klúdi Gyula irodalmi körben, mivel hogy nagy létszámban dolgozunk, nagyon nehéz, hogy mindenki tudjon szerepelni. Uh-huh. Ezért nem tudjuk azt a lehetőséget megadni, hogy mondjuk valakinek megjelenik egy 3-400 oldalas könyve, és nem tudom neki azt mondani, hogy figyelj, ma csak a te könyvedről beszélünk. Bármennyire jó az a könyv, aznap 3-4 költő fog bemutatkozni. De szoktam mondani, ha valaki 20 percben, 30 percben nem tudja elmondani, amit el akar mondani a kötetéről, akkor az 2 órában sem tudja elmondani, úgyhogy mivel sokan vagyunk ezért, és rengeteg külsős meghívottam is van, akik színesítik a különböző rendezvényeket, tehát Isten nyugasztalja Németh Oszkárt, a fonográfdobosát, ő az irodalmi táborokban rendszeres fellépő volt, ott ugye rock történelemről volt előadás, említettem a Garamvölgyi Lászlót, aki ugye József Attiláról tartott többször előadást, és ott volt már Radko Józsefnek az özvegye, ugye a legendás írónak, aki már szintén nincs köztünk, éppen most találtam meg a fiának a szakdolgozatát, hozzám járt, nálam vizsgázott Radko József már a fia, és ilyen vastag szakdolgozatot írt, tehát úgyhogy a fia is elég okos. És próbálunk sokféle irányban nyitni, hogy mert én rájöttem arra, hogy ha az ember elmegy egy irodalmi estre, azért megyünk oda, mert tanulni szeretnénk. Szeretnénk kikapcsolódni, szeretnénk nyitni a világra. Nem azért megyünk egy irodalmi estre, hogy kimerüljünk, elfáradjunk, unatkozzunk, meneküljünk, alig várjuk, hogy vége van. Itt ilyen nincs, hogy várjuk a végét. Tehát nem lehet várni, mert akkor az az este nem jó. Tehát ez nagyon sokan beleesnek abba a hibába, ezek a hosszadalmas. Ez nem az a hely, ahol egy könyvet föl lehet olvasni, bár pont Pirinszky csinálta egy olyat, de hát azért egy nagy író volt, meg Nobel-díjra is jelölték, hogy egyszer elolvasta az egyik megjelent kötetét, és akkor, amikor végéhez jött, nem volt rövid, megkérdezte, hogy tetszett? Igen, nagyon jó volt. Akkor az érthetőség kedvéért még egyszer elolvasnám, de őt Pirinszkynek hívták. Tehát nagyon fontos, hogy a tartalom, a tudás mellett mindig ott legyen a humor is. Mert humor nélkül szárazzá válik a legnagyobb tudás is. Tehát most a Klúdi Gyulából indulok ki, egy poén Klúdi Gyuláról, mégiscsak a Klúdi Gyula irodalmi kör elnöke vagyok. Amikor ugye indult egy ilyen díjért, és Móricz Zsigmonddal együtt indultak
És tulajdonképpen mind a ketten elnyerték ezt a díjat, és amikor már tudta Krúdy Gyula, hogy megnyerte ezt a díjat, akkor Kosztolányi Dezsőnek, aki benne volt ebben a kuratóriumban, írt egy levelet neki, hogy kedves Dezsőkém, egy-két gondolat, és akkor elmondta, hogy hát én nem szeretném ezt a díjat átvenni nyilvánosan. Hogy megértsd, hogy miért nem. Hát azért nem szeretném átvenni, mert ha ezt a díjat én átveszem nyilvánosan, akkor oda jönnek, akiknek én tartozom, és akkor nem marad a pénzből, hanem még szerezni kell hozzá pénzt, hogy ki tudjam fizetni, akiknek tartozom. Tehát, mint már az elején elmondtam, Krúdy Gyula egy rettenetesen bohém ember volt. És ebben a díjban benne volt az is, hogy aki nyeri, vagy akik nyerik, azoknak segíteni kell a feltörekvő fiatalokat és a szegény írókat. Rá egy évre megint írt egy levelet. Kedves Dezsőkém, most én vagyok a szegény író, úgyhogy szeretném, hogyha most engem támogatnának. Tehát a Krúdy Gyula az minden hájjal megkent, nagy tudású legenda volt. Nagyon szerettem az egész embernek a habitusát, az, hogy a Krúdy Fröccs ugye logikus, hogy egy liter borból csak egy deci a szóda, tehát 9 deci a bor. Tehát minden, amihoz nyúlt az étkezés, a leírásai, hát eleve több mint 3000 cikket írt, több mint 3000 novellát, 90 regényt. Gondolkodjunk, hogy ez az ember bármit is tett az életébe, aranyjá vált minden a kezei között. Tehát ez az ember zseni volt. Ez azért volt különleges és furcsa figurája, és amikor elmegyek a múzeumban, mert ugye most is ott koszorúztunk, ugye, mert ugye május 12-én meghalt, de akkor már itt meg is állok egy pillanatra, hogy hogy halt meg. Tehát otthon volt, és meghalt. Zsuzsa nem volt otthon. Mert ugye azt tehet, hogy a Zsuzsa ott volt, meg gond, nem. A Zsuzsa nem volt otthon, a Zsuzsának már akkor 3 éve volt egy barátja, egy mérnök, akivel tulajdonképpen szerelmi kapcsolatot alakított ki, és Krúdy Gyulának az utolsó 3 évében ez a férfi létezett. De amikor Krúdy Gyula meghalt, rá egy évre betartva a szabályokat, a gyászt, egy év múlva el is vette feleségül. Tehát azért Krúdy Gyula is szenvedett bizonyos mértékig, és azt is kevesen tudják, hogy Krúdy Gyula nem csak Krúdy Gyula néven írt, hanem Krúdy Gyula sokféle néven írt, pontosan azért, mert szerette a pénzt, és sose volt elég, ezért képes volt megtenni azt, hogy volt például talán körúti sétán, most pontosan nem tudom a nevét, amiben 4-5 néven írt, és még a feleség, a Zsuzsa is írt. Tehát szinte mindent ők írtak, mert akkor minden pénz odajött. Mert régen nagyon működtek a jogdíjak a könyvekből is, az írásokból is, tehát nagy pénzeket tudtak keresni Ady Endrék is. Hát Ady Endrének is mindig úgy kezdődött minden második, harmadik levele, hogy kedves Lajoskám, kérlek, menjél be a Nyugat szerkesztőségébe, hozz el ennyi pénzt, kérlek, menj be a másik helyre, menj a harmadik helyre, és hozd el a pénzt. Tehát ezek az emberek, egyébként Ady meg Krúdy nagyon jó barátok voltak, és egyébként Krúdy írta Adynak a nekrológot, amikor meghalt, és ugye egy könyvet is írt Ady éjszakáiról, tehát akkor itt megint megállok egy pillanatra, ugye van a Japán Kávéház, ami ugye most az írók boltja, azt valamikor Weiss Richard, az első birkózó olimpiai bajnok vezette, és erre a helyre járt ugye József Attila, Ady Endre és a régi nagyok, és itt igen nagy irodalmi élet volt annak idején, és én azért mondom, hogy arra vágyom, hogy a mai világban valamilyen formában egy kicsit a tudás felé forduljunk, tehát próbáljunk még többet olvasni, még többet tudni, még jobban szeretni egymást, és egymástól begyűjteni azt az információt, amivel a másik többet tud, mert mindenki valakinél többet tud, mindenki valamivel más tud többet, mint amit mondjuk én tudok, és nekem arra van szükségem, amit én nem tudok, és sok olyan van. Említette az ifjúságot, a feltörekvő ifjúságot, ugyanakkor a költészetnek a pénzügyi gondjait is. Mi a helyzet most Magyarországon? Mennyire érdeklődnek a fiatalok az irodalom iránt? Én azt gondolom, hogy most még egy 17 éves hölgy is jelentkezett, de én úgy gondolom, hogy 18 év alatt nem szeretnék senkit befogadni. Már úgy értem, hogy pontosan azért, mert
azért 18 évtől szeretném, hogyha a Kródi Gyula irodalmi kör tagé lehet valaki, de egy biztos, hogy fiatalodunk, de azért inkább az a 40-50 év. A mai fiatalok a 40-50 évesek. Tehát akkor itt tartunk jelen pillanatban, úgyhogy azért vannak például Osik János, aki most lesz 90 éves, éppen most kapott örökös tiszteletbeli tagságot, ő például a nagy indián könyvek fordítója. Uh-huh. Tehát azért mondom, itt igen nagy arcok vannak a Kródi körbe, és én tátott szájjal hallgatom az ő előadásaikat, tehát Dedik János, aki mindenféle nagy beosztásokban volt külföldön, és rengeteg könyve jelent meg. Tehát az ilyen színes egyéniségeket érdemes hallgatni, mert érdekesen írnak. Hogy lesz valaki akkor az elnök egy ilyen nívus körnek? Mit kell ahhoz letenni, hogy valaki egy ilyen pozícióba kerüljön? Alázat, tisztesség, másokra odafigyelés, teljesítmény. Most jelent meg az 5000 verses könyvem, már nyomdában van. Nemrég jelent meg a mesés könyvem, és most dolgozom ilyen interjúketeten, ahol több ezer interjút készítettem élő legenda őskövületekkel. Albert Lórián, Rákosi, Magyar Zoltán, Hegedis Csaba, Deák Bill, Viki Dál, Varga Miklós, tehát rockerek, színművészek, sportolókkal készítettem az interjúkat, ilyen életút interjúkat, és most ezeket is szeretném egy ilyen mederbe betenni. És a másik az, hogy megint csak én úgy érzem, hogy a sport, a zene, a költészet, ez nagyon összekapcsolódik. Most kiindulok abból, hogy én már gyerekkorom óta, 12 éves korom óta dobolok a Meteor együttesben, majd ugye 14 éves koromtól pedig már fesztiválokat nyertünk, kétszer is, és később alapítottam a Depression együttest, és hogy milyen érdekes, hogy én már régen rengeteg önálló estem volt Budapesten, meg az ország különböző területein, és egyszer odalép hozzám egy író, költő, akinek a testvére is az volt, Kovács Sándor Pál, aki például a grundbirkózást kitalálta Magyarországon, és akkor beszélgettem velük, a két testvérrel, és akkor mondják, hogy Nyiba, miért nem mész a Kródi Gyula irodalmi körben, az egy patinás kör, miért nem lépsz be oda? Hát mondom, még ezen nem gondolkodtam. Szóval gyere le a kéri vendéglőbe, bemutatlak az elnöknek meg a titkárnak. De itt kezdődött 16-7 évvel ezelőtt a karrierem, már a Kródi körben, és akkor alázattal, tisztelettel, amikor kértek, szavaltam, amikor kértek, előadást tartottam, amikor kértek, gitároztam, amikor nem kértek semmire, akkor csendben voltam és hallgattam. És vittem a humorom, és vittem a tudásom. És akkor telt múlt az idő, és akkor a volt titkár megkeresett személyesen, és mondta, hogy ő engem alkalmasnak lát a bohémságommal, a tudásommal, a sokoldalúságommal, hogy én legyek a titkár. Jó utána, jó, ugye 33 évig volt titkár. Akkor mondtam, hogy hát nem tudom, hogy én ezt akarom-e, mert tényleg szerintem az első magyar rock legendák vándor kiállítás. Pont most akartam kérdezni, hogy ezzel nem mennyire van benne így ezáltal a Kródi körbe, és pont a rock legendákra akartam rákérdezni. Hiszen... Köszönöm. Hát most volt ugye Hajdúszoboszlón, most jelen pillanatban Szolnokon van, de ugye itt is a kapcsolat hogy alakult ki? Furkó Kálmán, a legendás harcművész. Azon keresztül alakult az ismeretség, és megtetszett a polgármesterünknek ez az egész kiállítás, és úgy került oda. Most majd megyünk át Nagykanizsára, és akkor remélem Kengyelre, és így tovább. Tehát tulajdonképpen én elfoglalt voltam, mert voltak ugye az önálló estjeim, voltak a rock koncertjeim, a Depression együttessel, és akkor volt a rock legendák kiállításom, és mellette ott voltak a rádió-televíziós műsoraim, tehát én annyira be voltam táblázva, hogy én nem éreztem azt, hogy nekem a Kródi körnek a titkárának kellene lennem. Aztán valahogy úgy láttam, hogy úgy igaziból akarja, és hogy amikor meg lett szellőztetve, láttam, hogy mások is akarnak, akkor egyhangon megszavaztak, végül is bevattam a derekam, egyhangon megszavaztak, majd rá két évre meghalt az elnök, akivel nagyon jól dolgoztam együtt, Király Lajossal, és akkor Lajos úgy gondolta, hogy én,
és az elnökség is úgy gondolta, hogy én, tehát egyedül élettem fölterjesztve, és egyhangúan megszabadott az elnökség, és azóta vagyok a Kródi Gyula irodalmi kör elnöke, tehát ennek a patinás körnek, ahova kell a humor, kell a becsület, kell a tisztesség, és kell a keménység. Mert egyébként nagyon nehéz a költőket, írókat kordába tartani és megállítani, mert ahogy mondtam az elején, tehát egy minden író úgy érzi, hogy ő a legnagyobb, ez teljesen normális. Tehát ebben semmi különös nincs. Logikus, hogyha őt leültetem, akkor ő úgy gondolja, hogy 2 órát ki kell tölteni neki. De mivel ott vannak 6-an, 8-an, ezért valakinek kell egy karmesternek lenni, aki azt mondja, hogy jó, köszönjük szépen, 22 perc volt, és akkor most jöhet a következő. Tehát egyben ez egy kicsit keménység is, de én ezt a sportból hoztam, a fegyelmet. Ebbe segít a sport, hiszen olimpikon volt, tehát a sport múltja az mindenképpen ott van, harcművészetek ott voltak az életében, említette Furkó Kálmánt, és gondolom innen van egy csomó ilyen jellegű kapcsolata. Hát eleve a Furkó Kálmánnal 10 évig vezettünk edzéseket a siófoki harcművész táborban. Szegeden 10 éven keresztül minden MMA 200 tábor az edzésemmel kezdődött. Tehát én sok mindenben benne voltam, de... Benne van még most is a sport ilyen szinten az életében? Őszintén megmondom, hogy azon gondolkodtam, amikor így járt az idő, hogy szép lassan vissza kellene venni a... Tehát, hogy kevesebb bemutató, kevesebb edzés, és több költészet, most például innét majd megyek vers megzenésítésre. Megyek a stúdióba, ahol szabalok, ahol gitározok, és egyéb dolgokat csinál. A sport mindenféleképpen nagy segítség, mert ennyiféle dolgot csak kemény kitartással lehet, és kemény felkészültséggel. Mert a zenekaromban is nagyon felkészült zenészek vannak, tehát sajnos már közülünk is meghalt az egyik zenész, a basszusgitáros Suha Kálmán, de igaziból most már 25 éve összetartom ezt a zenekart, és a 100. himnuszunk, mert ugye indulókat, himnuszokat írtunk 100-at, abból a 100. a Vörös Sándornak, ahol élt Károlyi Amival, Csöngén, ez egy kis pici település, az volt a 100. himnusz, amiben belefoglaltam Petőfit, belefoglaltam Vörös Sándort, Károlyi Amit, tehát ami ott illik. És engem ilyen dolgok tartanak életben, hogy 100 különböző helyen kíváncsiak voltak arra, hogy én írjak nekik, mert hallották az előzőket, és megrendeltek tőlem ilyen dalokat, indulókat, bevonuló zenéket, himnuszokat. Szerintem a világon egyedülálló vagyok, az biztos ebben, mert nem bírom elképzelni, hogy valaki 100-at írt. Tehát, és akkor volt egyszer, jön azt mondja, és csak himnuszokat írok? Hát mondom, igen, meg még azon kívül 350 lemezt, amiben ugye szabalok, gitározok, zenét szerzek, és akkor lírai dalokat, jazzlemezünk van 2, hogy kikkel, Benko Dixi rendben, Billentyűse, aki az utolsó 5 évben játszotta Benko Sándorral, Suha Balog, aki a világot végigjárta, mint jazzzenész, Pál utcai fiúk gitáros, a Papernő, aki szintén fantasztikus gitáros, és ugye én vagyok a dobos ebben a formációban, és a lírai akusztikus hangszerelésen keresztül a legdurvább tankcsapda keménységű zenékig. Tehát én szép lassan rádöbbentem arra, hogy minden ember nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre képes. Tehát itt most bárkiről beszélek, mindenki, de nagyon sokan úgy hallnak meg, hogy fogalmuk sincs, hogy milyen képességekkel mentek el. Fogalmuk nincs, akár grafikusok, akár festők, akár zenészek. És ez is nagyon összetett. Mert most mi a művészet? Hát a művészet az, ami másnak tetszik. És akkor hol van a tudás meg a technika? A technikát meg lehet tanulni. De az égből jövő költészetet, azt, amit átad és életre kell mások lelkében, az nem rímfaragás. Mert ugye van nagyon sokféle versforma, nagyon sokféleképpen lehet írni. Ebbe volt nagy József Attila például. József Attila legtöbb versformában írt. Ki volt neki a példakép? Nagy Lajos.
Ki volt még a példaképe? Adi Endre. Hón alatt volt állandóan Adi kötet. Amikor különbözeti vizsgát, tehát tiszta jelesre vizsgázott, de amikor meglátták nála az Adit, akkor már a következő évet már csak elégségesen végezte el. Hát pontosan rájött József Attila arra, hogy bármilyen nagy tudású, bármilyen különleges ember, szükség van más embereknek az információra, hogy ugye nézte, hogy hogy írt, milyen ritmusban, milyen lüktetésben, hatosok, nyolcasok, kilences, tízes, mert ugye Adi inkább ebben a szótagszámokban szeretett írni, de József Attila sok mindenkit kipróbált, és egyik se hasonlít ezekre a nagykövetekre. Azért nem, mert a József Attila maga egy zseni volt, és ezt próbálta elmondani egyébként például, amikor a Makon kiközösítették az iskolában, akkor mondta az osztálytársának, azért nem értitek te, hogy én mit mondok, mert én zseni vagyok. És akkor mondja neki ez a Balog József, miért mondod nekik, hogy te zseni vagy, mikor tudod, hogy nem szeretnek. Azt mondja, azért mondom, mert én zseni vagyok. És amikor Juhász Gyula, Isten áldja odát, aki hasonló sorsa volt, mint József Attila, azt a gyönyörű, amikor József Attila elküldte neki a verseit, olyan szép választ kapott, hogy ott végig sírtam azt a levelet, amit megírt neki Juhász Gyula. És ha Juhász Gyula nincs, nem biztos, hogy van nekünk József Attilánk, és ő rátalált. Észrevette, hogy egy Isten küldöttje az. És amikor dedikálta a könyvet, ugye sok mindenkinek, akkor a barátjának valami ilyesféle dedikációt írt. Én sokszor mondtam neked, hogy zseni vagyok, de nem akartad elhinni. Ez még az első kötetét, amikor dedikálta, és tulajdonképpen akkor még nem volt az a József Attila, akit mi ismerünk, az még csak egy kezdetleges József Attila volt, és már akkor mi volt, hogy ott is micsoda életút, Atya Jóisten, ez a Maka Jődön, a Jolán, az Etelka, az egész házasságok, az egész életvitel, a pénz, hogy születtek azok a versek. Hát, hogyha az ember, most egy 2000 oldalas József Attila tanulmányt olvasok, én azt mondom, hogy 2000 oldalban megint rengeteg olyat találtam, amit még eddig nem. Azt hittem, mindent tudok József Attiláról, nem. Itt mindenről szó van, és én a maradék időmet olvasás, tanulás, és azon imádkozom mindig, ha elmegyek valamilyen rendezvényre, jaj Istenem, csak jó előadás legyen, csak tudjak belőle tanulni. Mert olyan kevés ez az idő, az élet, olyan rövid, olyan hamar meghalunk. Tehát, mik akkor a tervei most így? Mi az, amit úgy érez, hogy még maga előtt van, és mindenképpen meg akar csinálni? Hát most ugye az 5000 verses kötet az most megvan. Most egy kicsit ellátogatok a novellák világában, és megírom a szakmai könyvemet, amit már nagyon régóta tolok magam előtt, és szeretnék a nagyköltőkről egy olyan információs kötetet kiadni, ahol valóban érdekes történetek vannak, tehát amiket nem lehet mindenhol olvasni, csak rengeteg utánakutatással, rengeteg utánolvasással. És ezen kívül szeretnék ilyen emberféle lenni, ilyen ember maradni, tehát az kicsit olyan lassan sietni, tehát hogy sietni, de kicsit lassan. Tehát, hogy mindenhova odaérni, például most a stúdióban, utána pedig még a Kláris újságnak a rendezvényére, de az idő mindig sürget. Tehát ezért fontos kiválogatni a minőséget, és a jövőben minden minőség nélküli dolgot, amit én belül úgy érzek, ami nem biztos, hogy minőség nélküli, csak én érzem úgy, mert hogy nem fér bele az időmben, ami nem fér bele az időmben, azt félreteszem, és arra összpontosítok, ami én vagyok, aki én vagyok. Mert egész életemben vezető voltam, és tudom, hogy kell bánni az emberekkel. Egyébként nagyon humoros, nagyon kemény vezető vagyok, de aki tehetséges, az hiába nem szeret engem. Én azt észreveszem, és annak segítek. Ez egy nagyon jó tulajdonságom egyébként. Erre nagyon kevés ember képes, mert ugye bennünk van a harag, vagy mint például Babits Mihályban benne volt, hogy mikor József Attila megírta neki, amit József Attila úgy gondolt, hogy kijár neki, hogy tisztelt Babits úr, az ön versei, hát nem annyira jók, van még mit önnek tanulni,
ne próbálja ezeket kiadni, vagy ha mégis, akkor valami vidéki labba, hogy minél kevesebben olvassák. Tehát tulajdonképpen, amikor kiosztotta Babicsot, aki a Stréber volt, a jó tanuló, a nagy ember, hát akkor utána hogy bocsásson meg neki, bocsáss meg nekem, Babics József Attilának, mikor a szín előtt, nyílt szín előtt őt megalázta. Tehát igaziból ez a legnagyobb, amikor valaki nem kedvelsz, mert nem kedvelem, mert mindenkit nem kedvelhetünk, és egyszerűen csak látom, hogy az ember nagy tudású, látom, hogy az ember jó, és akkor, amikor így bennem van, hogy most keménynek kellene lennem, akkor elvonulok 3 napra, hogy lenyugodjak, és 3 nap után újra gondolom, és azt mondom, hogy jó, akkor te következel a következő rendezvényen, hogy felül kell kerekednünk önmagunkon. És ez megint csak a sportból jön, hogy az alázat, nem a megalázkodás, alázat, tisztelet, fennkölten felemelni azokat, akiket fel kell emelni. Akkor is, hogyha nálunk bizonyos dolgokban többet tudnak, mert mindent nem tudhatunk. Beszélt a minőségi időről, sajnos a műsoridőnk is véges, tehát hogy már sok minden nem fér bele, úgyhogy azt is kiemelte, hogy fontos a válogatás, úgyhogy most azt kérném, hogy válasszon ki valamit Nyiba Sándortól, amit még így búcsúzóul meghallgathatunk. Akkor én 2 választok ki, és akkor túllépünk a műsoridőn. Már csak azért, mert 2 olyan ember volt az életemben, az édesanyám és az édesapám, aki minden felett voltak, és akiktől megtanultam a tisztességet, a becsületet, a lágyságot és a keménységet. És akkor szóljon mindkettőknek egy vers. Édesanyám. Édesanyám, megszültél. Ez az élet egyszer él. Még egyszer nem történhet. Erre semmi nem lesz képes. Pedig mindenki csodáról beszél. De többé nem születhetek én. Megbúvik szívemben a félelem. Elillan az élet és a reményem. Szerte hullott, amiben hittem. Ijedtem, de végre ráébredtem. Ha meghalok, bor lesz belőlem. Senki nem rakhat össze engem. A port a szél fújja az égbe, és a földön szerte széjjel. Édesanyám, több millió fényévnyire vagy tőlem, anyám. Itt hagytál a valóság markában. Ez fáj. Romos elmém hajt minden nap. Ami múlhat, az múlik gyorsan. Itt élsz velem a sejtek szövetek halmazában, s a szívemben marsz néha, hogy tudjam. Itt vagy velem a bajban. Szellő szalad át az udvaron, a semmi közepén bolyongok, nem tudom, ki a jó és a rossz. A régi életem feladom. Mindig mondtad, hogy vigyázz, kisfiam. Nem aludtál. Még nem jöttem haza. Itthon vagyok, édesanyám. Itthon vagyok. A világ legszigorúbb apájának pedig. Hagyaték apámtól. Istenem, csendes fent az ég. Ábrándot kerget reményben a fény. Születéstől bűnben hever a lét, súlyos évek titkát hordozza a szél. Bölcsességet rejt a tudat és a mély, 80 évnek titkát hordozza a szél. Édesapám,
rám hagytad műved, lelked itt maradt örökre nekem. Minden hang a szívünkben szól. Istenem, fáj, hogy remeg a szó. Őseimmel magamra maradtam. Minden bűnöm suttogva hallgat. Apám tanítását hoz le közénk, mentsd meg a magasztos eszmét. Amíg élünk, dalunk nektek szól. Rátok hagyjuk lelkünkben a szót. Rátok hagyjuk lelkünkben a szót. Köszönöm, hogy itt lehettem. Németh Nyimes Sándor, mi is köszönjük.